Törülgözővel letakart holmik a strandon. A szezon indulásával a zseblopások időszaka is elkezdődik. Ilyenkor ugyanis könnyen hozzáférhetővé válnak értékeink. Fontos azonban, hogy a vagyon elleni bűncselekmények egy része megelőzhető, ha megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket. A strandon, hogyha lehetőség van, akkor mindenki választa az értékmegőrző alkalmazásának lehetőségét. Ha nincs lehetőség rá, akkor pedig figyeljenek arra, hogy azok az értékek, amelyeket magukkal visznek, azok mégiscsak egy felügyelet legyenek. Nem érdemes vinni különösebben nagy értéket, laptopot, tabletet az ilyen helyekre, illetve készpénzből csak amit nagyon muszáj, inkább használják a bankkártyát. Fontos kiemelni, hogy a bankkártya mellett azonban ne legyen ott a kódja a kártyának, tehát ezek mindenki vannak kell figyelni. Tehát a strand szezon közelettével azért azt is meg kell említeni, hogy vannak a szabad vizek, és a szabad vizeknek a tartózkodásának a szabályait be kell tartani. Gondolom ez alatt azt, hogy csak a kijelölt helyen fürdőzzenek, olyan helyen fürdőzzenek, hogyha szabad vízben fürödnek, amit egyébként ismernek, ismerjük a vízfelületet, tehát ne ugorjanak bele egy olyan vízbe, amelyben korábban még sohasem fürödtek. A balesetek megelőzésénél fontos az is, hogy gyógyszer vagy alkohol hatás alatt ne fürödjön senki. A gyermekekre pedig fokozottan kell figyelni. Most van a nyaralások időszaka is, a rendőrség ezért a közösségi média felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet. Ha valaki elutazik, jön a nyaralások időszaka, akkor pedig az a kérés a rendőrségnek, hogy senki ne posztolja ki a közösségi oldalnak, hova mennek nyaralni, meddig lesznek, és hogy addig a ház felügyelet mellett nélkül marad. Azt se posztolják ki egyébként, hogy valaki mondjuk nagyobb értékkel bíró műszaki cikket vásárolt, vagy porcelán étkészletet kapott, vagy bármilyen más jelentősebb értékkel bíró tárgyat kapott, hogy akkor az most otthon van, és ők meg elutaztak, tehát felügyelet nélkül van a lakás, és így az érték is eltulajdonítható. A tömegrendezvények is hamarosan indulnak, ezeken fokozott lesz a rendőri és polgárőri jelenlét. Figyelnünk kell azonban arra, hogy értékeinket, telefont, készpénzt, bankkártyát ne a hátsó zsebükben vagy nyitott táskában, vagyis könnyen elérhető módon tartsunk magunknál. Az iskolai vakáció időszaka is elkezdődik júniusban. A nagyobb gyermekek esetében fontos, hogy a szülő tudja, kikkel és hol tartózkodik gyermeke. Ha otthon van, akkor tudja, hogy kinek nyithat ajtót, és kinek nem.